A trianoni békeidőszakáról készült élőképeket hoztak létre, és rovásírással írt kérdést is fejtettek általános iskolások lakiteleken. Ráadásul az Itt élned halnod kell című verseny döntőjén villanásnyi idő alatt kellett történelmi személyek képét és híres magyar együttesek zenéjét felismerni. A változatos feladványok a diákok kreativitását és tudását tették próbára. Fogékonyak voltak, mögértették a trianoni probléma lényegét, nem próbáltak az okozati összefüggések magyarázatába belebonyolódni, a tényanyagot megtanulták. A verseny célja, hogy a gyerekek alaposabban megismerkedjenek a magyarság múltjának 1945 után sokáig kibeszélhetetlen és kibeszéletlen szeletével. Nagyon tetszett nekem az, hogy nem egy szempontból mutatták meg a történelem ezen oldalát, hanem megpróbálták egy csepet színesíteni különböző módszerekkel. A vetélkedőre több mint 70 csoport jelentkezett, végül a legjobb 12 magyarországi és határon túli csapat került a döntőbe, ahol a felvidéki Alsószeli csapata diadalmaskodott. Az első három helyezett csapat tagjai egy trianon tematikájú kiránduláson is részt vehetnek 2019 nyarán.